Az exkluzív Szülők Akadémiája programsorozat keretében tartottak előadást a Matthias Corvinus kollégiumba járó diákok szüleinek Szekszárdon. A gyermekek pénzügyeiben nagy szerepük van a szülőknek, mondta Nagy Máté, pénzügyi tanácsadó. Nagyon fontos a szülői példa a gyerekek pénzügyi nevelésében. Talán erről kevesebbet hallani, hogy felnőtt korban a legtöbb ember olyan viselkedési mintákat mutat, amit aztán otthon látott előtte, és emiatt nagyon fontos, hogy a szülők mit mutatnak, a családok milyen példát mutatnak. A tanácsadó hozzátette, fontos, hogy a fiatalok megtanulják kezelni a pénzüket. Az internet nagy veszélyt jelent azokra, akik nem elég tájékozottak. A csalók például hamisított telefonszámokkal könnyen átverhetnek minket, mondta a tanácsadó. Korábban a internet kora előtt edukálódó korosztályok pedig ehhez képest olyan szempontból szerencsésebb helyzetben voltak, hogy sokkal kevesebb információ, az viszont sokkal szűrtebb információ volt, ami rendelkezésre állt, és így módon ami hozzájuk eljutott, az talán kevesebb zajt tartalmazott. Ugye a mai internetes világban ez egy nehéz dolog, hogy nem mindig tanítják meg a gyerekeket arra, hogy hogyan lehet kiszűrni a rengeteg információ okozta zajt. Nagy Máté hozzátette, a közoktatásban nagyobb hangsúlyt kell fektetni a pénzügyi tudatosságra, ennek a területnek a beépítéséhez azonban több szakemberre lenne szükség. Az eseményen köszöntőt mondott Böröc Máté is. A rendezvényt állófogadással és svédasztalos vacsorával zárták.